2019-ben is számos eredményt ért el Gyenes Diás, emellett pedig mind a település, mind pedig az itt élő és dolgozó polgárok több díjat is a magukénak mondhatnak. Gál Lajos beszédében elmondta, a tavalyi évben sikerült felújítani a Szent Ilona kápolnát, fitnesspark épült a Kárpáti Korzon, befejeződött a gyermekorvosi rendelő és a Kóp tetőtér felújításának első üteme. A település polgármestere hangsúlyozta, az idei évre is számos új tervet fogalmaztak meg, de több régóta futó kivitelezés is befejeződik. Nagyon fontos az egészségház környezetének rendbetétele az idei esztendőben. Nagyon szeretnénk egy új művelődési házat is a Kóptetőn, és hát természetesen a közösség több terét szeretnénk kialakítani, a malomfejlesztéssel például, vagy egyéb turisztikai fejlesztésekkel, a strandfejlesztések is itt kopogtatnak. De ne felejtjük el, hogy nem csak saját pályázataink vannak, hanem olyan pályázatok is, amelyek vállalkozók révén kerültek ide a településre, vagy befektetők révén. Ezeket szintén koordinálni kell. Mindezek mellett tervben van többek között egy strandokat összekötő sétány kiépítése, az iskola fejlesztése, fogászati szakellátás és szolgálati lakások kialakítása, valamint egy települési kisbusz vásárlása is. Egyre többen költöznek ide. Manninger Jenő, a térség országgyűlési képviselője kitért arra, sürgetővé vált a 71-es út felújításának folytatása, hiszen az útszakasz hatalmas forgalmat bonyolít. Hozzátette, Gyenes Diás rendkívül jól használja az adottságait, és ezzel példa lehet számos más település számára. Sok olyan kezdeményezést látunk az önkormányzat, illetve az önkormányzat mellett működő egyesületektől, amelyek valóban előre gondolkodnak és igyekeznek kihasználni minden lehetőséget, pályázati lehetőséget is, és hát nyilván könnyebb segíteni olyanoknak, akik már egy koncepcióval rendelkeznek, sőt, azonnal lecsapnak a lehetőségekre, és ezt látjuk Gyenes Diáson, hogy fokozatosan megvalósul. Simon Attila István szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár hangsúlyozta, csak egy összetartó közösség tud olyan eredményeket elérni, amelyekkel Gyenes Diás büszkélkedhet. Ugyanakkor hozzátette, fontos, hogy az elkészült fejlesztéseket meg is tudják őrizni, a megteremtett értékeket meg tudják védeni. Az is egy nagy érték, hogyha a már elért eredményeket meg tudjuk védeni. Sőt, ez egy komoly kihívás, hiszen egyre magasabbra rakjuk azt a bizonyos mércét, és előbb-utóbb nem elég létrehozni valamit, hanem azt fenn kell tudnunk tartani, és emellett kell tudnunk előre menni. Mindenképpen azt gondolom, hogy van abban prosperitás, amit Gyenes Diás ma képvisel. Az új év köszöntő koccintáson kitüntetéseket is átadtak. Az idei évben díszpolgári címet adományoztak dr. Csehi Ottónak, aki képviselőként és alpolgármesterként meghatározó szerepet játszott a település életében. Szintén díszpolgári címet vehetett át Horváth Sebestyén, aki képviselőként szintén a rendszerváltás óta végzett áldozatos munkát Gyenes Diásért.